Hello, sziasztok, Sanyx vagyok, köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Ma folytatjuk ismét a Life Last Balance végigjátszásom következő részével. Ugyebár itt hagytuk abban az első részben, hogy hát itt vagyunk és a Darut meg kell találni, vagy nem tudom, hogy át kell jutnunk a csajhoz, az a lényeg. Ennyi. Na menjünk tovább, mert kíváncsi vagyok a sztorira nagyon. Ezért is nem bírtam tovább, és muszáj volt folytatni. Ugrás. Itt a jó kis, akkor ismét úgy látom, hogy egy jó kis... ennek az összes energiaforrásra van szükség. Értem. Bebetű. Mondom, bebetű. Biztos, hogy jó ötlet ezt megfogni? Na mindegy, hát ha szerint jó ötlet, akkor jó ötlet, úgy látszik. Na jó, fogjuk meg a kövecskét. Ja, igen, Q betű, ja, E betű. Jó, E betű. Oké. És akkor M betű. Jó. Oké. Oké. Ennyi? És tovább nincs. Ajajajajaj. Ó, bazd meg. Még sziklomlás is. Na, várjunk. Nekem neked tovább kell a karmenő, látszik mégiscsak. Hoppá! Végre! Ez az, ez kellett nekem. Ez az. Kiterjesztettek. Ez veszélyes volt. Nem kicsit. De végre megértük ezt is. Odáig el tudom menni? Nem valószínű. Egyébként. Akkor valami más volt az. Mégsem. Mégsem az kell nekünk, úgy látom. Hol vagyunk? Jó, de lehet. Nem tudom, hogy meglátjuk. Azt tudja, hogy erre. De biztos arra lehet egyébként. Lehet meg tudjuk csinálni, csak én voltam balfasz. Mert tudom, hogy mindig a legmagasabb része... Ah, meg lesz az. Sima. Oké. Mindig a legmagasabb részen kell egy lökés rányomni, akkor adja a legnagyobb lökést, úgymond. Egyre magasabbra lök fel. Jó. Oké, megy ez, hát azért engem nem tud semmi megállítani. Gyanúsan van itt valami, Titi. Valami? Csak gyanúsan ide rakták, hogy ide feljöjjek. Ó, hogy rohadjatok meg. Na, oké. Akkor erre tovább, úgy látszom. Oké, és akkor arra. Hát nem tudom, én építettek volna egy hitat az emberkéim. Mert... hát mit nem mondjak? Végig parkőrözni itt ezt az egész részt. Volt nekik erre energiájuk? Tudod, hogy... Na jó, akkor nekem a bőzőbe a jó kis darut. De hát figyelj, nincs itt, nem baj, végig jumpingolunk. Nem minden, vagy nem tudom. De én élvezem ezt. De jó! Ez ki kellett, hogy fogjon. Már nincs szükségre? Mindegy. Legalább ennyi volt nekünk. Ennyi járt nekem. Na. Az igen. Azért itt rendesen van izé. Ez valami földön kívüli relikvia akar lenni? Ez a kő, amit láttunk. Összekéleszteni? Illesszük össze? Puzzle-özzük. Hol akarom? Jó. E betű? Hopp. Oh. És én honnan tudjam most, hova kell berakni ezeket? De most komolyan. Aha, ja, hogy ezek nincsenek is egy szintben, most nézem. Be kell illeszteni őket. Hátra is kell. Na, megvan minden, nem? Az igen. Mi volt az te? Hát az mi? Hát ez meg mi a? Wow. Mutatja az utat, öcsém. Mutatja. Jó, hát úgy látszik, ez egy iránytűszerűség akar lenni szerintem, vagy nem tudom. Annak tűnik iránytűszerűség. Azt hittem, ami halállézer, hogy mit tudom én. Na. Tehát akkor vissza kellett jutnunk ide, ugyebár. Csak a Darut beütöveltük. Én nem láttam itt Darut egyébként, csak így hozzá. Ja, az itt van, hogy...
Paksi. Jó, oké. És akkor gondolom bent valamit kezdve, vagy nem tudom. Ja, itt az él. Aha. És akkor nekem már így... Megba... Na ne, ne szórakozz. Ó, bazd meg, hát... Lesz jó. Már látom, hogy nem lesz jó. Ez... Ne. És nézd meg, levitt a föld alá. Levitt, ecsém. Itt szenvedni fogunk, úgy érzem egy órát. Látom már magam előtt. Ugye működik a daru? Ja, már le is engedve. Vagy meg tudom kerülni, vagy? Kicselezve. Ennyi. Ha csak ott van, jó van. Azért mondom, mert eltűnik onnan, hogy eltöröm a nyakát. Eltöröm. You weren't always alone though, right? Years ago. But then your wife turned up missing one day. Well, friends thought maybe she had just run off, but... But you knew otherwise? Yes, ma'am, and I... Ő beszél vajon? ...went looking for her. Na, ugye. Ez komoly, bazd meg, beakadt. I searched for her. Day and night. Na, tudjuk meg, hogy mi van. Tudjuk meg most már. Hogy ez... Hát ez kurva zöldre világít. Na, ugorj le! Felakasztok valakit. Bazd meg! Mi a fasz csinál ez? Öcsém, ez öngyilkolja magát. Ha? Ilyen nincs. Most meg egy barlangban vagyunk, és sötét, este van, de jó. Ott megvilágít valami, tehát egy csillag. Jaj, Istenem, ez a játék. Kiidegel. De megtudhatnánk valami választ, nem? Megyünk a sötét erőbe, bazd meg. Az agyát picsáját, te! Te mocskos kurva, hogy te göljél meg. Nem verszállt. Tudtam. Gyerünk, push, push! Na, te is egy kis paraszt vagy, látom. Ó, Istenem. Megtudhatnánk valamit? Nem tudsz meg semmit. Ó, Istenem, ez a játék. Na mindegy, de élvezetes. Izgalmas, inkább így mondom, izgalmas. Ott rohagy meg. És itt hogyan tovább? Nem. Ja, hogy erről jöttem. Oda jöttem. Őszinte egyek, elfejtettem, honnan jöttem. Ezek hajok, honnan jöttem, ahogy összeszavarodtam. Erről igaz, nem erre? De várja. Szerintem erről jöttünk. Jó. Hoppa, itt van valami. After these creatures strike, they become safe to interact with. Aha, találkoztam annak a halálos életformának egy új fajtával, amelyik elvette társam életét. Egy sokkal nagyobb és erőteljesebb kitörés produkál, a közébe megyek. Ugyanakkor pár pillanattal kicsapódás után ártalmatlanná válik a teremmé megértés, egy vagy rálás, ha már nem lesz halálos, mint ha minden energiáját felhasználna a támadáskor. Ezt tulajdonságot az előnyömre fordíthatnám. Igen, azt látom, igaz. Jó, ráugorhatok? Ó, igen. Wow. Most már hídnak is használtam ezeket a rohadékokat. Azt hittem, itt van valami szikla, valami meghalt lény. Ó, hogy ott rohagy meg. De ne, jó, jó van, azért. Igen, ez is gondolom, hogy ilyesmi lehetett. Na, szépen világít a nap. Nem is tudom. Minek mondjam, azt gondolom az a nap. Jó, menjünk tovább. Nem tudom merre az a tovább, erre. Hát itt nem tudtunk át. Baszd meg, már megint. Igen, amúgy még el is halványulnak. Akkor erre tovább elvileg, valahogy, csak felmászunk, itt is. Egy dupla jumping, ott nem, esetleg? Várja, nem, fel kell menni itt. Azért csinálta ezt nekem itt, azért baszódik meg az a szar. Ó, lesz-e. De még mit a szemek lennének rajta egyébként? Ó, hogy szikla. Hoppa, de a gurul, nesze. Ott van, oda be.
Na, menjünk tovább. Az igen. Ó, világítanak. Ezek a szarok. Jaj, tehát ijeszget itt össze-vissza egy sem. Ez az? Na, nem jöttem? Ez az? Nem baj, legalább valami támasztatékot adtak annak a barlangnak. Itt van az a lábnyom, most vettem észre. Leugrik a csaja, válasz nem kell, aminek az. Nem kell válasz, az nem. Mentésiek, meg ahogy meghalunk. Már látom, hogyha mentünk. Na, itt is egy jó nagy szar. Ó, bazd meg. Mik vannak itt? Most se látom, merre kell menni. Arra is mehetünk. Erre is mehetünk. Akarom mondani, hogy... Ó, bazd meg. Hoppa. Jó. Oké, nem tudom merre kell menni. Mindenhol van út. De tényleg, annyi út van, baszki, hogy nem tudom. Jól már megint. Mint én megijedek, amikor ez a szar kitörömkedik. Aha. Ezeket használni kell egyébként, azt vettem észre. Hú, milyen jó megállapításokat teszek ebbe a játékba. Jó. Oké. Ott is van egy növény. A sötétben a legjobb, amit... Hoppá, ott volt valami, vagy csak az a hód volt, vagy mi a retek? Hát nem tudom. De az mi? A nap? Az világítani? Isten áldjon már meg téged is. Erre kéne? Nem hiszem, hogy erre fel tudnék mászni egyébként. Ja, nem erre. Csak erre tovább, csak az ilyen rohadék volt. Az szép nagy gyökér, vagy nem tudom mi ez. Oké, akkor erre tovább, mert erre van az őrút. Tudjátok, kövessétek az zöld utat. Na. De jó. Diával idjon. A kurva nyelv. Ijeszkedik. Ugye, nem kell. Az, hogy a pafámban mutatta, hogy tököm tudja mi valami. Vagy ezek már veszély. Honnan jöttem? Azt sem tudom, baszkát már. Megint elvesztettem a fonalat, hogy merről jöttem. Erről. Akkor nem arra. Vagy sem ide teleportálódok. Már megint. Jajaj. De ne. Nem akarom én ezt. Megint a horrors üzenet az megszólal. A csaj oda teleportálódik mellém. A bolygóról kijutni a büdös életben fog. Látom, már üldöz nekem a szarok. Most látom, merre megyek. Csak futok, mint az őrült. Nem arra, akkor erre. Remélem, hogy ott kőben bűnök. Már látom, mit kell csinálni. Köszi. Megvárom, meg elhalványom, hogy biztonságban érzem magam, akkor már így nem világít. Ó, de jó, hogy vagytok ti még. De ez mi volt már csak ott teleportálódott, ami mellém, vagy nem tudom, mi volt ezt te. Itt is vagy. Azaz. Jó van. Gondolom arra kell majd menni. Vagy nem. Ez... Csinálj valamit? Jó, nem hiszem, hogy arra fel tudnék mászni. Merre tovább? Arra. Valószínűleg, mert arra nem tudok menni. Na jó van. Oké. Apádat. Jöjjezges anyádat. Na. Azt mondjuk gondolom, hogyha felmászunk oda, akkor fog elcsürjenődni. Na, úgy. Alványom, ja, úgy. Azaz. Jó van. Bolygó segít nekem. Ellenem van, de hogy nem mer ellenem lenni. Azok is csak így véletlenek voltak, amikor így megtámadott véletlenül. Hát akkor olyan lassan körbejárom a marsot, mire megtalálom a válaszokat. Tehát olyan, a játék címe lehetne
80 nap alatt a Mars körül inkább. Már komolyan, már többet mászkálok a Mars körül, baszki. Kapd be anyába. Ne szólj. Tudod mikor? Tudod? Kösz. Azt sem tudom, merre jöttem megint. Tehát ez ilyen mindenhonnan felbukkanó gyerek lesz. Hát el is tudom a karját, bassz meg. A faszomat ijeszgesse. Ami nem is tűnt fel nekem, hogy ott van valaki egyáltalán. Megint ott van. Anyád. Cső. Hagyjál békét. Rohadj meg. Gondolom ez így mindenhonnan feltűnő gyerek lesz. Vasatom, ott van. Ágent itt vagy. Hát basz meg, óta megyek hozzá, kitöröm a nyakadat. Gondolom ez ilyen olyan gyerek, hogy csapdába csalja az áldozatait, úgyhogy olyat mutat neki, amit szeretne látni. Én meg mindjárt olyat mutatok neki, amit ő nem szeretne látni. Na majd meglátjuk, melyikünk fog élvezni. Utolsó végig, az igen. Ez remélem ez... Hoppá, hoppá. Megtaláltuk volna a kolónia fészkét? Hát remélem, mert most már gyakon merek valakit, még egy ilyen csapdába ejtő gyerekkel találkozok. De ott valami zöld út van, de... Jó. Remélem lesz itt még kettő ilyen csapdás csákó. Portal creators recalibrated the portal away from Earth and back to the alien homeworld. And the Russians were afraid of what might be on the other side. Yeah. No, még egy magnó üzenet. Jancsikától. Из-за колебаний энергетической мощности, которую мы впервые наблюдали прошлой зимой, мы были не в состоянии пользоваться порталом. После несчастного случая мы решили подождать несколько недель и посмотреть, не стабилизируется ли портал. Этого не произошло. Более того, прошло уже много месяцев с тех пор, как мы могли отправить кого-нибудь через него. И вот вчера, когда я проверял это устройство, я стал свидетелем чего-то, что меня в одинаковой степени взволновало и ужаснуло. Сквозь мерцающий свет портала, на какое-то короткое мгновение, я увидел фантастический инопланетный мир с невероятными архитектурными сооружениями. Ох, что строители портала пришли. Ők jöttek át, őket hozták át. Hát, jó, mindegy. Ebből nem arra kell menni. Vissza nem fordulok már. Én megyek erőre, én megyek. Ó, bazd meg. Ott az ődút, az egész jól néz ki. Akkor visszafordulunk, mert úgy látszik, de vissza kell fordulni. Kerülünk, mert megint még a fél marsot még körbe megyem. Na mindegy, de tudja, hogy az lesz a végén, hogy a hazamegyünk, olyan szinten megyünk haza, hogy majd a portállal, vagy nem tudom. És hát én erre tippelek. Ott meg valami zöld világ, zöld, igen, palack, akkor double jumpozunk. Jó. Na. Hú, belenessünk, mondani akartam. Ha ki nem mászunk innen az életbe. Hát kimászunk, kimászni, de jó. Akkor, oké. És akkor most merre? Most merre? Jó, hogy csak. Jó. Hogy ott át fogunk majd repkedni. Csak ezért kellett a double jump, de fogadni merek majd csak addig, ameddig ott átmegyünk, és akkor utána már semmi szükségünk nem lesz rá. De hogy bár nekem könnyebb legyen az utazásá, minek. De ott valami zöld osztopot látok. Lehet a portál lenne már? Na jó, menjünk. Hát is jutottunk. Lehet ott lesz a portál egyébként, elképzelhető.
zöld út is milyen jól néz már ki, baszki. Lehet ott jöttünk egyébként, elképzelhet, hogy ott jöttünk végig egyébként. Ez tuti, hogy jöttünk végig. 100%-ig meg kurva jól néz ki az a megvilágítás. Na. Wow. Na merre tovább, mert sötétben bírok tájékozódni. De ez mind a játékban így van. Erre. Én azt mondom. És most merre tovább? Erre. És akkor itt kikapcsol már a cuccosunk, gondolom én. Gyanús az, csak az a szar. Ja, ilyen bábukat nem akarsz gyártani, hogy ott rohadjál meg. Húzi gyerek. Hát, gyanúsai már erre akarok menni. Biztos semmi komoly miatt. Na, az meg nem látok. Aha. Nem látok komolyan, hát merre? Öcsém. Nem látom merre kell. Ja, megvan. Jó. Menjünk. Egyik feljumpoljunk, vagy menjünk csak egyenesen. Ó, ott mi van? Megint egy gát? Jaj, már megjöttem, majdnem belesétáltam. Ebbe a fosba. Kíváncsian várom, mi vár minket annak a fénynek a végén. Csak tudnám, áj, ez a sötétség annyira zavaró, hogy nem tudom merre kell menni. Várjuk. Hát én körbe járok, basszom ezt a sziklát. Nem kell megmászni. Hát... Már nem tudom merre kell menni. Onnyan... Olyan sötét vagy, nem látom. Tuti onnan jött ő? Jaj, ne! Istenem, lecsúsztam. Onnan jöttünk, 100% vagyok. De mondom, még egyszer kell mondom, kurva jó. Most már megint nem tudom, hol vagyok. Hol az a szikla? Itt vagyok. Itt vagyunk. Ja, hogy itt, nem tudtam, hogy hol kell. Ah, itt kéne menni szerintem tovább. Szerintem. Nem biztos. Ó, nem. De hogy erre? Az ég... Miért is? Miért is erre kéne? Ugye erre szerintem. Na oda, gyerünk. Meg lesz. Mondtam, hogy meg lesz. Ne. Jó. Oké. Hogyan tovább? Hogyan tovább? Mert ez a kurva lámpa nem ér semmit. Arra kell tovább menni, tuti. Honnan jöttünk ugyebár? Valószínűleg tartom, hogy arra kell menni tovább. Hol is ez a zöld fény? Ott van. Erre? A tököm tudja, baszt. Le is ugrottam. De tényleg annyira olyan sötét, mert nem látom egyszerűen merre kell menni. Hát gondolom majd arra. Csak gondolom arra. Nem, hogy kiderül. Valószínűleg arra kell menni, jobbá. Jó. Hát próbáljuk meg felmenni a sziklák a tetejére. Sikerült. Jó, és akkor innen... Arra, oda lehetetlen. Hát nézzük a kilátást, de én kurván látom, merre kell menni. Egyébként mi ez? Nem természetesnek tűnik, hogy itt van. Hát oda kell jutni. Oda, hogy a tökönbe menjek el. Most komolyan. Ahú, nem akar nekem világítani? Egy jobb, hogy mi az? Tököm az.
Hát hova a tökönbe? Azt nem mond oda, azt nem mond nekem. Odáig lehetetlen. Lehetetlen egyszerűen, mondom, lehetetlen elmenni odáig. Lemenni? Hát az meg a... őrültség. Hát mi van? Ez a játék. Meghaltam egyből, bazd meg, csak leugrottam. Ez a játék, nem kész kiítikelni, hogy egy sötétbe is keressem az utat, amelyre nem látom. Hogy menjek le? Hát onnan jöttem. Nem tudom, merre kell menni, baszki. Srácok, lehet, hogy tudom, merre kell most menni. Most így megláttam, hogy lejjebb jöttem. Feljebb inkább, feljebb, lejjebb. Erre. Itt van valami út. Ez nem tűnt fel nekem, hogy itt van, baszki. Jó, olyan sötét van, mondom, látok. Egyszerűen. Jó, itt akkor... itt vagyunk, oké. És akkor itt szépen átmegyünk. Vagy mentés is. Gyanús, gyanúsan mentünk itt valaminek. Biztos sokszor meg fogok itt is halni, tuti. De lassan már csak odaérünk. Hát csak odaérünk egyszer. Komolyan, mert nem is a magas, inkább a hódon vagyunk. Vagy nem tudom. Hát... oké, ez is megvan. Erre tovább, akkor bum. De belaggult egy picit, azt hittem, hogy lezolnak. Sejtelmesen sejtelmezzene. Ahogy közeledek ahhoz a helyhez. Az meg mintha van, ezt szeretem látni, hallják meg. Az egy csonti vonzi? Ó, szerencsétlenek. Az orcien... Az ort színhely megerősíti az orszok telepesek halálát, az elrohadt testek mutatják, hogy számos ember brutálisan meggyilkoltak a gyökerek. Gyökerlények abban ezek az elsőkés teremtmények ölték meg a portálrendszert építő intelligens idegen fajt is. Szerencsés vagyok, hogy élek, és ez csak annak köszönhetem, hogy követtem a nőt. Ha az elmúlt órák különös találkozásaim bármi jelszeretnek, akkor ő közül való. Ami nem sok jót jelent a túlélésem szempontjából. Hú, bassz meg, jó, kicsináltak, ez négy, tudj, négy hódtesó. Azt hittem megint egy ágy, mert mondja, van itt egy pár bocsánat. Csak fő ne támadjanak. Ödegvei Доктринок, Владимир Керимов, из Советского космического агентства. Я записываю это сообщение в надежде, что когда-нибудь эта запись будет услышана, и наша миссия на этой планете будет понята. Это была... мирная миссия. Мы обнаружили в Сибири портал 22 года назад, в 1974 году. Это загадочное устройство могло мгновенно перемещать людей и машины с Земли сквозь пространство прямо на поверхность этой планеты. Планета имела очень богатую биосферу, необычную и в то же время прекрасную. А также атмосферу, благоприятную для жизни. Было решено, что Союз должен застолбить для себя этот мир. Поэтому самое удивительное открытие в истории человечества держалось в тайне. Наши лидеры хотели построить новое, идеальное советское общество. И так, в довольно короткое время, мы основали колонию, насчитывающую сотни людей. Вначале эта планета была... очень многообещающий. Но спустя несколько месяцев команда наших ученых обнаружила, что местная растительная жизнь стала вымирать. Мы невольно завезли вирус, который убивал похожую на мох субстанцию, открывавшую поверхность планеты. Эти организмы были основными источниками местных растений, которые они вымерли вместе с ними. De ők akaratlanul akaratva behoztak egy faszakis vírust, és ez lett belőle. Ügyesek voltak a szovjetek, meg kell őket dicsérni.
Jó, hát akkor derítsük ki, hogy mi a fasz csináljunk, hogy kerüljünk haza, vagy hogy haza tudunk-e menni. Vagy hogy haza is kerülünk, akkor Szibériába gondolom én. Az is otthon van, hogy nézzük. Ó, bazd meg. Ez már sivár résznek tűnik, nem baj. Na menjünk oda fel. Ez az. De hogy ment? Gyorsabban tudjak menni. Á, minek? Látok valamit vibrálni. Gondolom, ez az az ősi épület, amiről beszélt a férfi. Látok is itt valamit. Masszív építés. Igen. A mészárlás helyszínét elhajom, megtaláltam az eddig legnagyobb építményt, nem emberi kéz által készítettnek tűnik, és majdnem bizonyos, hogy a portál építők munkája. Vajon ezt próbálták elérni az oroszok? Ha igen, tragikusan közé jutottak hozzá, egy kicsit még tovább kellett mennem, azután pihenekre került. Jó. Végre. Nem sötétbe kell mennem. Ha reméljük. Ó, találják egy ágyat, nekem jó van. Hallucináció, ide vagy oda. Ez amúgy zöldfém. Na, hát jó, merre menjek tovább? Hát ide akartunk eljutni, de jó. És akkor mi van? Merre tovább most? Gyanúsan, mintha erre kéne. Remélem nem. Mert így nem tudok több, csak tovább csak pekkelni. Jó, úgy látszik, nem erre. De tényleg merre tovább? Most már csak egy lökéseim vannak, úgyhogy vigyázni kell. Hoppá, itt ez mi? Ez egy oszlop. Egész jól néz ki egyébként. Arra jöttünk, akkor menjünk erre. Nem tudom, merre kell menni most. Hát gondolom, lehet erre. Vagy nem? Lehet nem. Be? Nem, nem erre. Hát akkor merre menjek? Várjunk csak, tudom, már látom. Látom, az őrutat kell követni továbbra is az őrutat. Na, 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 mi történt? A kurva anyád. Elkapott. Mit vagy, Jancsika? A rossz lába van, csaj. Nem akarsz megölni, igaz? Látom, nem akarsz. Ó, köszönöm. Megződíti a csajba az meg. Ha most te menekülsz. És itt hagyod, bazd meg, érted? Itt hagyod, hogy ott rohadjon meg. Bazd meg, most nem tudunk meg soha semmit. Itt a csajtól, én úgy érzem. She saved me. But for what purpose? Hát, miért ne? Látta benned a potenciált, öcsém. Ó. Egy kézirat. Már sem. Aha, erre kell menni tovább, nem lehet arra menni. Jó. Arra nem kény van, vagy valami. Ó. Már nem is ismerem fel a körülöttünk változó világot, sötétennek tűnik a sivár és gyűlölettel reagál jelenlétünkre. A fiam Koya azzal futott hozzá múlt héten, hogy látott egy fiút az erdőben, aki megpróbálta mélyebbre csalni, majd arcul csapta egy ággal, a vágás az arcán a bizonyíték, bár a történet talán csak arra találta ki, hogy elrejtse a zavarodottságát. Koya esküszik arra, hogy a fiú ugyanúgy nézett ki, mint ő, és én hajlamos vagyok hinni neki. Nem tudom, hogy mi hoztunk létre ezeket a szörnyeket, vagy csupán felébresztettük őket, de azt igen, hogy már nem vagyunk szívesen látottak ezen a világon. Jó, hát általában mi hoztuk létre az ilyeneket. Na most meg havas rész, mi? Nem, azért mondtam. Havas rész, na ide kéne még egy havas pálya, basz meg. Megint ott egy csapdás. Látlak, öcsém, látlak, basszalak teherbe. Csákány. Hát ez betyogtad. Rendőrök rendőrök. Ah, se tudom merre kell menni megint. Hát nézzünk körül szépen, mert ez olyan nagy kráter, nem erre, akkor másik irány. Vigyázzunk ezekre a növényekre azért, mert csapdába hajlamosak ejteni az embereket.
ott is ott egy alakváltó. Aha. Úgy tűnik, hogy a gyökérlények képesek összeállni különböző formákba, felfogták, hogy követtem az őt, és felveszik a formáját, hogy csapdával csaljanak. Vagy ő kontrollálja őket valamilyen módon, kommunikál, amit nem értetek? Soha nem hinném el, ha... Hogy nem személyesen tapasztalnám, de ettől még nem vagyok meggyőző, és továbbra sem értem, mi folyik itt. Hát inkább valószínűbb, hogy a növények veszik, direkt teszik fel, hogy tudják, hogy követed. Követjük, bocsánat. Ez reálisan magyarázható. Ó, mekkora fa. Remélem ez egy boss harc lesz. Halott erdő. Na de jó, erdőbe kell menni. Na jó, faszom. Halott erdő. This must have been a spectacular forest. További megerősítette annak, hogy a bolygó valahol életteteli volt, épp most jöttem át egy hatalmas erdő maradványain, ahogy a szondák jelezték, a világ valahol változatos élettel és stabil ökoszisztémával rendelkezett. Mert akkor menjünk be. Menjünk be az erdőbe. Igen, hát szép nagy erdő. Lehetett. Nem tudom, hogy tudták így elbaszni az emberek, bazni. Na ezért nem szabad a Marsra menni, hogyha életteteli lenne, ezért nem szabad na, embereket engedni. Már inkább az oroszokat ne engedjük sorsehova. Már látom, ott a csapda van nekem felállítva már. Akkor megkerüljük a csapdát. Ilyen egyszerű. Ja, hát nem tudom megkerülni, mert hát az olyan egyszerű lenne, ugyebár. Hát jó, akkor nem kerüljük meg a csapdát. De megkerüljük mégis a csapdát. A nőt hogy fért át? Baszapa, sehogy átfértél. Ó, zöld kő. Ezt mit kezdjük vele? Hát itt lebegnek, meg világítanak. Vajon ezt felhasználhatnám? Nem tudom amúgy, hogy mire jó, ez zöld kő. De van egy érzésem, hogy használhatnám ezek ellen. M betű. Nem tudom. Mindegy, egy adatot hoztam egyet. Majd lesz, ami lesz. Akkor menjünk tovább, aztán még kiderül, hogy hova kell. Jobb ötletem nincs. Vagy valaminek itt vannak, az tuti. Nem ide. Nem ide kell jönni. Hát jó. Erről jöttünk, igaz? Ja. De az valami csak lehet kezdeni ezzel, vagy ez is robban, vagy mi? Ó! Oh. Mondom én, hogy lehet ezzel kezdeni valamit. Anyádnak, tudod, mikor szívassad. Mi a szar? Na megint, hát egy semmi, úgyhogy semmiből. Na jó van, akkor nem próbál, oké. Okay. Vagyis hát valami más utat keresünk, nem ott. Ott meg is van, miért nem arra mentem egyből? Ja, nem, de. Ti halottak vagytok, hogy látom. Erre tovább. Mekkora, vagy nem erre? Lehet, merre. Nem, de erre. Őrre kell menni. Úgy látom. Nagyon jó. Mindjárt megvan az út. Gyerünk, gyerünk. Csajt találjuk meg, aztán kérdezzük meg, hogy mizu van. Ú, de jó. Ez hogy milyen menő már? Ez az híd. Na jó, itt akkor menjünk. Menjünk ezen a hidon át szépen. Portál készítők. Ah, ezek lehet... mi? Ezek lennének a portál készítő érző lényeknek tűnnek, de nagyon hasonlók a gyökérszerű lényekhez, bármelyik legyenek. Egyetemi már nincs ők jelentben. Kik? Hol? Mi?
Én nem látok semmit. A fák. Hát jó. Oké. Nem tudom, hogy mi van. Mit látott ez a csávon, amit én nem láttam? Én nem láttam portál készítőket. Na mindegy. Gondolom le kell menni, vagy nem? Ott arra. Hogy látom. Baszki, elbasztam. Elbasztam. Ott kell menni, de nem tudom. Valami a beaktiválódott előbb a jetpack. Jó. Remélem ez már nem él. Remélem előbb vagy utóbb megtudjuk már, mi a franc van itt. Ú, azért milyen jó, mint a karmok lennének egyébként. Vagy érzésem, hogy ezek még élnek, vagy nem tudom, de ma csak jól néznek ki. Olyan hangokat hallok. Ja, nem is tudom milyen hangokat. Ó, bazd meg. Nem lesz ez így jó. Jó, próbáljuk meg. Ó! Aha. Ezek ilyen csapdások, aha. Gyerünk, menni fog. Oké. Siker. Már remélem, most már meg lesz a csaj. Ez gyanús nekem, ezek a gyökerek gyanúsak. Hoppá, hoppá. Új növényfaj. Jó néz ki. Csak ne akarjanak megölni. Ez egy óriás így bang. Itt elfújtak. Hú. Hát jó, menjünk. Komolyan mondom, már fél marsot körbeálltam. De komolyan, nem néz ki marsnak egyébként. Nem néz ki annak. Eleinte az annak tűnt, de már nem. Nem tűnik a Marsnak. Egyébként más bolygó lenne. Mert ki tudja, lehet így nézett ki egyébként. Most ezek remélem, ezek így nem aktiválódnak, de majd kiderül. Nem. Jó. Szerencsénk volt, hogy nem aktiválódtak. Ezek már voltak akkor. Nincs semmi. Jó, menjünk akkor tovább. Reméljük már tudunk valamit valamiről. Hú, ott is van valami nagy gyökér, szerűség. Arra viszont, hogy fel tudom menni, megpróbáljuk azért, mert mi már fel tudtunk jönni ide. Jó. És ez nekünk mennyire volt jó, hogy ide feljönni? Hogy kellett nekünk ide feljönni? Na minden, de lehet. Bár nem biztos. Nem, egy jumpolgatik, ez csak ilyen... Hey, it's case. Hogy van itt valami, esetleg. What? Nem látok itt semmit, ez gondolom csak csapda. Mert úgy csapda, hogy a játékosoknak csapdát állítottak, hogy így megpróbálják mindig elmenni valahol. Ilyen felfedező kalandvágyó gamereknek, mint én. Na jó, menjük. Ez gyanúsan... Tudtam. Ez gyanús. Ez is. Nem annak tűnik. Úgy látom ott azért ez igen. Az is. Ez is. Jó. Átjutottunk. Tehát az ilyen feketék még élnek. És ez is él még. Túlugrok rajta, érted? Túlugrok rajta. Nem igaz. Ügyes voltam. Nem baj, megcsináljuk újra. Remélem onnantól kell jumpolni, nem? Hát ó, jó van. Már megijedtem, hogy még egyszer, na jó van. Próbáljuk újra. Na, hát is jutottunk. Csaj még sehol. Menjünk erre. Ezért is élnek, hogy látom.
Még morognak, mint a kutyák, baszki. Hát mi ez, kérem szépen. Hát egy növény ne morogjon nekem. Azért növény, hogy növény. Wow, jég! Ez igen. Ez szép. Wow, jeget, hát van jég a Marson egyébként. Így a valóságban van jég a Marson, tegyük hozzá. Tehát akkor most egy havas részre fogunk érni? Csak hogy már jég van itt. Abból sejtem, hogy havas rész jön. Vagy nem tudom, majd kiderül. Ah, valami jeges rész jön most. Minden van ebben a játékban, jeges rész. Minden van itt. Most akkor az éjszaki sarkán lesz? Vagyunk, vagy mi van? Most a csaj nem fázik itt. Pucéra, nem pucéra. Pollóban van meg egy bugyiba talán. Aha, itt ment. Itt ment, bazd meg, itt ment. Ja, itt az út. Bazd meg, vaksi. Jó, beszerültem. De jó, már megint? Ne szórakozz már. Hát de... Ó, Istenem. Ilyen nincs. Remélem vissza oda. Hol vagyok? Jó, itt vagyok, oké. Nem arra, mert bazd meg már, komolyan játékosokat csapdába ejtik bugokkal. Jó, akkor menjünk egyenesen. Akkor nem követjük a csajlárvonat, mert az átverünk. Remélem csúszik a jéka volt. Nem csúszik a... Hát egy pindurkát. Még fúj a szél. Tehát akkor van légkör, elvileg, hogyha fúj a szél. Nem erre? Nem. Mégis csak arra kell menni. De ott bebaggolok, baszki. Hát akkor próbáljuk meg, de tuti megint be fogok szorulni. Itt a csaj lábnyom, azt látom. Akkor óvatos, megpróbálunk nem beugorni oda. Nem beesni, bocsánat, nem beugorni, nem beesni. Jó? Nagyon jó. Oké. Okay. Megy ez? Megy ez. Mondtam, hogy megy ez. A csaj itt nem fázott a jégnél, vicces. Mondom, arra kell tovább, csak kíváncsi vagyok, hogy van-e itt valami. Jó, menjünk tovább. Akkor ennyi volt a havas pálya, ami nem volt havas, inkább jeges pálya, mondjuk így. Itt látok már valami nagy épületet. Úristen. A portál? Úgy látszik, lehet végjátéknál közeledünk egyébként. Jó, srácok! Úgy érzem, hogy ennek a résznek is annyi. Mert úgy látom, hogy szerintem már végén járhatunk, már a portálnál vagyunk, úgyhogy folytatjuk az ötödik részbe, és egyben az utolsó részre lehet, hogy utolsó rész meg kiderül. Úgyhogy srácok, hogyha eddig tetszik a sorozatot, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, és hogyha nem vagytok még feliratkozva, akkor nyomjátok meg a feliratkozás gombot, hogy ne maradjatok le a további tartalmakról. Én Sanyix voltam, találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok!